esküvő. Után is ő közli, hogy az egyenleged lejárt. Az aluljáróban ő lép oda hozzád cigit kérni. Ha adsz neki, kéretlen és tanácsokat oszt az álomtalan audiencián. Azt mondja, az ördögi körből csak úgy törhetsz ki, ha átengeded magad a fájdalomnak. Morpheusnak ilyenkor női hangja van. A fájdalom tagadása hürességet okoz. Azt mondja, ne hívj magadnak, amikor úgy érzed, senki vagy. Csak a távolságot kellene jól megválasztani. Ha fényérnyi messzeségből néznél városodra, és minden agyról letörhetnéd a koponyasz csonthéját, meglátnád a gondolatok csillagrendszerét, meghallanál a kapcsolatok nem földi zenéjét. De itt vak vagy és süket. Érzelmekről beszélsz. Néha úgy akarod használni a nyelvet, mint egy űrhajót. Ne szökj el innen. A város sík felület, a hidak csak a vízben tükröződve látszanak stabilnak. Mélységgel majd akkor telik meg, mikor felnyílik itt ki vagy. Most Sein Gábor Éjszaka utazás című kötetéből hallottak verseket, hozt egy újat, ahogy elnéztem. Köszönöm szépen!
különböző partnerekkel, főleg az így elkövetett magazinnal és kiadóval. Ugye hát ilyen podcastokban is művészetéről ismert, tehát ő is egy ismert figura. Állapotban csak valaki, de mindenképpen azt gondolom, hogy az egy jó fejlemény, hogy az eredeti úgynevezett kolozsvári művészet kép, ami körülbelül a 2005-ös, 2007-es években kezdett nem lehet mindenre megjelenni. Pont akkor volt ez a prágai kiállítás, és akkor a Jackson Pollock 2007-ben elejtette azt a kifejezést, hogy kolozsvári iskola, eredetileg a lakott, akkor látható, igen, türke dombosokban megkívánul a festészetre érted, hogy az a kép mára mindenképpen egy csomó variációt esett át, és akkor mozaik előttén vált, és gondolom, hogy ez egy jó fordulat. Ez a fajta multikulturalizmus,
most azért nem megyek vissza, hogy mi történt Kolozsváron, mit tudom, a 90-es években, mert ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Tehát azokat az elődöket, akik ebben a témában gondolkoztak és dolgoztak, nem szabad lekicsinően nézni. Mert a 90-es évek művészete Kolozsváron pontosan olyan fontos volt, mint a 2012-es művészet, csak az volt a probléma, hogy 1990-ben nem voltak meg azok a lehetőségek, mint 2012-ben. Na most, azokra az alapokra építeni, és azokat az alapokat tovább gondolni, azoknak a gyümölcsét a mai fiatal művész fogja leadni. Nem azt mondom, hogy az a 10 év egyfajta áldozat volt, mert sajnos azok a művészek, akik ma 50 évesek, el kell fogadják, hogy a mai fiatalok sokkal láthatóbbak a világban. Nem érdekesebbek, hanem láthatóbbak. Meg fognak lepődni jövőre. Lesz nagy meglepetés. Nálunk nem kell jövőre várni, mert most meg fogjuk lepni a hallgatóságot, egy vadonatúj, szinte még meleg. Már rögtön a hangomon éreztem, hogy milyen meleg. De most nem ragaszkodunk a... Igen. Kisvártatva... Kisvártatva...
múlt hosszúra nyújt, a szerencsére végre. Eredő ember felmegy az égbe, vetközött számokba lép fel, de nyomtat is. Nem hihet is senki, hogyha mi. Emlékszel,